A legjobbak között három miskolci gimnázium is felkerült az országos toplistára. Országos megmérettetés szép eredményekkel a szakmasztár verseny borsodi döntőseit köszöntötték. Nagyszabású együttműködés, egy étterem indított támogatói akciót a Szimbiózis Alapítvány javára. Jó estét kívánok, kezdődik a híradó, már is jönnek a részletek. Három miskolci gimnázium is felkerült az országos top 100 listára. A középiskolai rangsort a HVG állítja össze minden évben. A Herman Otto gimnázium a 31., a Fényi Gyula jezsuita gimnázium az 59., a Földes Ferenc gimnázium pedig a 79. helyet érte el. Az intézmények vezetői szerint ez az eredmény az oktatók, a diákok és a szülők közös munkájának köszönhető. Érettségi utáni egyeztetés az oktatókkal. A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumból múlt pénteken csaknem 130 végzős ballagott el. A mostani vizsga eredményeiken is múlik, hogy milyen helyezést ér majd el a gimnázium az országos rangsorban. A HVG minden évben elkészíti a középiskolák top 100-as listáját. A korábbi eredmények alapján a jezsuita gimnázium a legfrissebb összeállítás szerint az 59. helyen szerepel. Mindenképpen a kollégáimnak köszönhető, azt gondolom, nagy mértékben az eredmény, és a diákoknak, valamint biztos, hogy hozzá kell tennem azt is, hogy a szülői háttérre ez nagyon hozzájárul, hiszen azok a gyerekek, akik itt tanulnak, dolgoznak a tanárokkal együtt, nagyon-nagyon nagy támogatást kapnak a szülőktől, a családtól. Úgy gondolom, hogy ez egy ilyen közös siker mindenképpen, és ennek a fenntartásán kell dolgozni folyamatosan. A jezsuita gimnáziumon kívül az ország legjobb középiskolái közé tartozik még a Herman Otto gimnázium is, amelyik az előkelő 31. helyen szerepel. Az intézmény vezetője is úgy véli, hogy a siker kulcsa elsősorban a tanárok, a diákok és a szülők közös és kitartó munkájában rejlik. A ranglista összeállításakor 7 szempontot vesznek figyelembe. A 10. év folyamos kompetenciamérést, a szövegértést és a matematikát, az érettségi vizsgák eredményét 4 kötelező tárgyból, magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből, illetve van egy utolsó, egy 7. ismérv, ami alapján rangsort állítanak fel, ez pedig a felvételi pontszám, a végzősök felvételi pontszáma, akik tovább tanulnak, az alapján is készítenek egy rangsort. A toplistán évek óta biztos helye van a Földes Ferenc gimnáziumnak is. A középiskola idén a 79. lett. A természettudományok terén kiemelkedő teljesítmény nyújtó intézmény diákjai rendszeresen és számos alkalommal megmérettetik magukat nemzetközi versenyeken, ahonnan rendre szép eredményekkel térnek haza. Nagyon régóta van nálunk speciális matematika tagozat, ami az egész országban rajtunk kívül összesen 8 gimnáziumban működik. Aztán az is közismert dolog, hogy erre a matematikára épülve nálunk kialakult a természettudományoknak egy rendkívül nagy vonzereje, egy rendkívül elmélyült képzési formája, oktatási rendszere, és a természettudományok mellett, illetve a matematika mellett még az informatika tantárgy volt az, amelyik szorosan kapcsolódott a matematikához. A HVG összesítése alapján a vidéki intézmények közül mindössze egy iskolának sikerült bekerülni a legjobb 10-be Veszprémből. De a készítők szerint a 100-as listán összességében így is több a vidéki iskola, mint a fővárosi. A szakmasztárjait köszöntötték a Bokik székházban. Vármegyénkből 8 diák vett részt a fővárosi döntőben, akik 2 arany, 4 ezüst, 1 bronzérmet és egy 4. helyezést hoztak el. A verseny célja, hogy növelje a fizikai szakmák társadalmi elismertségét és népszerűsítse a szakmatanulást a pályaválasztók körében. A szakmasztárjainak szól a taps. Őket köszöntötték szerda délelőtt a megyei iparkamara székházában. Az országos megmérettetésen vármegyénkből többen is eredményesen szerepeltek. Aranyérmesek lettek Fehér Luca és Szonda Bianka, ezüstérmet szerzett Bucsi András, Havasi Blanka Anita, Ciria Gergő és Odor Márk. Bronzérmes lett Hódos Máté Szabolcs, 4. helyen végzett Dankó Szabolcs. A versenyen elméleti és gyakorlati tudásukról is számot kellett adni.
Árubemutató szigetet kellett készítenünk, beszállítót kellett kiválasztanunk, illetve egy marketingeset tanulmány feladatot kellett megoldanunk. Mennyit készültél te erre a versenyre? Rengeteget, már szeptembertől elkezdtük a készülést az iskolában. A Szakmasztár Fesztivál célja, hogy a szakképzésben tanulók tudását és eredményeit népszerűsítse a fiatalok körében. Bihal Tamás, a Bokik elnöke kiemelte, az, hogy a Borsod vármegyei diákok szépen szerepeltek, a helyi oktatásnak, a duális gyakorlatnak, a fiataloknak és a kamarának is óriási büszkeség. Vállalták a felkészülést, hisz egy picit több tudás kell, mint egy sikeres iskolai vagy gyakorlati szerepléshez, tehát erre készülni kell, a döntőre különösen, és hát nem csak a tudásban, hozzáállásban, hanem kicsit lelkileg is, mert ez egy olyan verseny, amit testközelből több ezer látogató figyelme kísért, és hát ahhoz is hozzá kell szokni, hogy jelen volt a miniszterelnök, a megnyitón, legalábbis számos kormánytag, nagyválti vezetők, kamarai vezetők, tehát óriási érdeklődés és sajtó visszhang övezte. Veres Pál polgármester beszédében elmondta, egyre nagyobb számban jelennek meg Miskolcon beruházók, akik szeretnének itt üzemet telepíteni. A terület és a város megismerése után az első kérdés az, a szakképzés milyen színvonalon folyik a városban. Fontosnak tartja, hogy kiegyenlítődjön a helyzet a gimnáziumok és a szakképzőiskolák között. A szakmát tanuló diákok is megkapják a kellő elismerést. Én hiszem, és valós is az, hogy nekünk a jövő az, hogy egy rendkívül rugalmas, korszerű szakképzés valósuljon meg ebben a városban, hiszen akkor leszünk igazán versenyképesek. Ilyen sokszor emlegetik itt a szomszéd várakat, hogy bizony a szomszéd várakban az ilyen színvonalú szakképzés nincs jelen, akár a felsőoktatási szintet, akár a középfokot nézem. Nagy öröm számomra, hogy egyébként itt a szakképzési centrum négy intézménye is reményeink szerint hamarosan teljes egészében megújul, és ez vonzó lehet majd a fiatalok számára. A Szakmasztár Fesztiválon eredményesen szereplő tanulók mentesülnek a szakmai vizsgák alól. Emellett a munkavállalásnál is előnyükre fordíthatják majd a teljesítményüket. Az itt eredményt elérő fiatalokat az üzleti világ is számon tartja és figyeli. Az elhelyezkedésük is könnyebb lehet ezáltal. 27. alkalommal rendezte meg állásbőrzéjét a Miskolci Egyetem. A vidék legnagyobb univerzitása idén új névvel Karrierfest elnevezéssel adott otthont a nagyszabású munkaerőpiaci seregszemlének. 47 standon, 49 kiállítóval és számos kísérő rendezvénnyel várták az álláskereső fiatalokat. A Miskolci Egyetem hallgatóinak, leendő hallgatóinak, végzett hallgatóinak kínálunk álláslehetőségeket. Emellett a megye, régió érdeklődőit is szeretettel várjuk, aki éppen munkaerőpiaci állásokat szeretne feltérképezni, vagy a lehetőségekről szeretne tájékoztatást nyerni, illetve szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakornoki pozíciók, nyitott pozíciók meghirdetésé történik ezen az alkalmon. A Karrierfest annyiban újdonság, hogy nagyon színessé próbáltuk varázsolni a kísérő programokkal ezt a rendezvényt. A díszudvar ad ennek helyet, köszi, illetve a hallgatói szolgáltatások osztálya, pszichológusa is önismereti tréningekkel, játékokkal várják az érdeklődőket, emellett sport és lazulós programok is vannak, de úgy gondolom, hogy ami igazán fontos, az az, hogy akinek nincsen esetleg gyakornoki helye, vagy érdeklődni szeretne arról, hogy a diplomájával hol tud elhelyezkedni, milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon, hogyan tud elhelyezkedni, vagy esetleg arra kíváncsi, hogy az ő általa megírt önéletrajz megfelelő-e, vagy szeretne részt venni egy mini interjún, akkor jöjjön, látogasson el erre a rendezvényre. Májustól egy nagyszabású, közös akció veszi kezdetét a Szimbiózis Alapítvány és egy miskolci tapaszbár között. Egyrészt az alapítvány termékei, a sajtok, lekvárok, szörpök felkerülnek a vendéglátóhely étlapjára. Másrészt egy támogatói akciót is indít az étterem, amelybe a vendégeket is bevonja. Minden pohár és üveg sör elfogyasztása után 20 forinttal támogatja majd a civil szervezetet. Mindenki, aki vesz sört, ez üveges, csapolt, teljesen mindegy, kap egy kupakot.
A kupakok pedig pénzt érnek majd. A Miskolci Tapaszbárban sört fogyasztó vendégek így támogathatják a Szimbiózis Alapítványt. Az akcióról sajtótájékoztatón számoltak be, ahol az üzletvezető elmondta, fontos számukra, hogy egy helyi közösséget támogassanak, aki sokat tesz a rászorulókért. Egyelőre egy hónapot tűztünk ki célul, itt megnézzük, bízunk benne, hogy a vendégeknek is tetszeni fog és részt akarnak benne venni. Hogyha sikeres, akkor szerintem tudunk hosszabbítani is rajta, illetve maga az akciónak a lényege az, hogy a kedves vendégek, hogyha eljönnek hozzánk és fogyasztanak, itt kifejezetten ugye a sörfogyásra hangoltuk rá a dolgokat, akkor jelképesen egy sörös kupakot kapnak, mind a csapolcsör mellé, illetve hogyha üvegest vesznek, akkor is, és ezt egy gyűjtőládába tudják bedobni. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke, a társadalmi szolidaritás innovatív formájának nevezte az együttműködést. Nem csak pénzt adományoznak a civil szervezetnek, az alapítvány által készített sajtokat, lekvárokat és szörpöket is felveszik az étterem kínálatába. Ennek pedig fontos társadalmi üzenete van. Minden területen fogyatékos emberek és megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak, ők munkaszerződéssel, tehát adófizető polgárok, de az, hogy el lehet hinni, hogy ezek minőségi termékek, és azzal, hogy egy ilyen elit helyre bekerülnek a mi termékeink, azt az üzenetet hordozzák, hogy teljesen megállják a helyüket a piacon, tehát el lehet hinni, hogy a fogyatékos emberek is képesek teljes értékű életet élni és teljes értékű termékeket gyártani. A kihelyezett üvegben a pulton már gyűlnek a kupakok. A támogatói akció egészen május végéig tart. Az étterem célja, hogy helyben előállított élelmiszereket tartalmazzanak a sörök mellé felszolgált fogások. Így találtak rá az alapítvány termékeire, amelyek néhány kilométer távolságból, a Baráthegyi Majorságból érkeznek a belvárosi tapaszbárba. Jubileumi divat bemutatóra várja a 30 éves Takács Modell stúdió az érdeklődőket. A rendezvény május 12-én pénteken délután 4 órától lesz a Szent István téri nagy színpadon, és kapcsolódik a Miskolci Hét programjaihoz. A modellek a mai trendek mellett az elmúlt évtizedek ruháit viselik, a fekete alkalmi nagyestéitől kezdve a kék festőkig. Kevés pénzből jót tudtunk öltözködni. És itt vannak a terveim, amik alapján meg lett csinálva. Takács Ilona Márta, Takács Modell divat reklám stúdió alapítója, az elmúlt 30 év legsikeresebb saját ruhakölteményeit mutatja vázlatokon, fotókon és újságok hasábjain. Az egykori Centrum Áruház divat tanácsadója 1969 óta áll a divat szolgálatában, és 30 éve vezeti az általa alapított stúdiót. Pénteken a Városi Hét programján a Szent István téri színpadon Ilona 54 évvel ezelőtti két nagyon jól variálható ruhakölteményét is láthatják manökeneken. Utána következik a ködbön a reneszánsz összeállítással, majd megint az én manökeneim, fekete Kriszta iparművész munkáiból, a hernyóselyem modelleket ismét a ködmönösök mutatják be Mezei Ági mester tanítványaival, majd ezt követően Melyke, gyönyörűséges magyar népi iparművészet színvilágát és szabásvonalát felhasználható és felhasználó együttesekből látunk hatot. A pénteken 16 órától kezdődő divat bemutatón Búcsúházi Piroska designer, divattervező 13 kékfestő ruhájában is felvonulnak a modellek. Ha szerda, akkor kilátó, hírműsorunk után ma este is jelentkezik a Miskolc Televízió közéleti magazinja. Témánk a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold napja, amit május 8-án a szervezetet megalapító Henri Dunant svájci író születésnapján ünnepelnek. Grubert Rolandot, a Vörös Kereszt megyei szervezetének igazgatóját a napi feladatokról és kihívásokról kérdeztük. Kisebb, illetve nagyobb cégek, multinacionális cégek is a Vöröskereszt támogatói között van, és nagyon-nagyon sok önkéntes kisebb településeken, munkahelyeknél, akik elsősorban ugye a véradásszervezésben nyújtanak segítséget, tehát a személyes meggyőzést a kis településeken ők végzik, ők gyűjtik az adományokat.
de az önkormányzatokkal is napi szintű a kapcsolat, így Miskolc városával is, éppen a napokban a hajléktalan ellátásról egyeztettünk, ugye most április végén zárult a krízis időszak, ugye a tél az mindig egy kiemelt feladat a hajléktalan ellátásban, ez április 30-án lezárult, éppen egyeztettünk a többi hajléktalanellátó szervezettel, illetve a polgármester asszonnyal, hogy miket látunk, merre kell, hogy tovább fejlesszük közösen a szolgáltatást, hogy még jobb színvonalú szolgáltatást tudjunk biztosítani, beszélgettünk a nehézségekről, hogy miben tud az önkormányzat segíteni. Interaktív programokkal várták a gyerekeket szerdán a Madarak és Fák napja alkalmából a Peleházban. A cél a szemléletformálás volt, kialakítani az elkötelezettséget a természetvédelem iránt a fiatal generációkban. A Magyar Madártani Egyesület munkatársai fotókon mutattak be több madarat is, melyeknek a párválasztási, költési és fészkelési szokásaikról is sok érdekességet megtudhattak a vendégek. A diákokat különféle játékok is várták és megismerkedhettek Herman Otto munkásságával is. Herman Otto nagyon sok mindennel foglalkozott, és az egyik kiemelt téma a madarak, és maga a Madarak és Fák napja is az ő közbenjárására valósul meg Magyarországon. Igazából minden a madarak fontossága, a madaraknak az esztétikai megjelenésétől kezdve, hogy miért hasznosak számunkra, és miért fontosak, hogy legyenek nagyon sokáig, és minden a jobb fajszámban. A DVTK címerének látványa fogadja a vonattal Miskolcra érkezőket a Tiszai pályaudvaron. Az állomás bejárata előtt, ott, ahol korábban az aluljáró volt, most virágágyást alakítottak ki. Az aluljáró fejlesztése még tavaly év végén kezdődött, az elhanyagolt és rossz állapotban lévő lejárót lefették, majd egy hónappal ezelőtt elkezdődött a parkosítás is. A városvezetés annak a szervezetnek a címerét jelenítette meg, melynek története és neve teljesen egybefort Miskolccal. A DVTK 1910 óta számtalan gyermek nevelését, képzését folytatta, és nagyon sok sikert is elért a sporttörténelembe, amely városunk jó hírét öregbítette. Napi apropója, a napi aktualitását talán épp a labdarúgó csapat NB1-be történő feljutása jelenti. Közelednek a fagyos szentek, marad a változékony, szeles tavaszi idő. Részletek a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben. A híradó után kezdődik közéleti magazin műsorunk a Kilátó. Én a műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!